Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és természetesen szeretettel köszöntöm a kedves elsőseimet, akik legutoljára egy képletelemzést hallottak, és itt az ideje, hogy egy kicsit a házakat vegyük közelebbről személyre. A házakról van fenn videó, részletesen lediktáltam az órán is a házaknak a jelentését, tehát itt most igazából véve először a legfontosabb dolog az úgynevezett lokális helyzetnek a részletes elemzése, ismertetése. A lokális helyzet kifejezést azt valójában Jean-Baptiste Morin de Villefranche vezeti be az asztrológiába, azelőtt ez nem létezett. És a házok jelentőségének, illetve a házok működésének a bolygók általi jelentését, illetve a bolygók általi legvalószínűbb kapcsolódását mutatja ki, mármint ez a rendszer, ez az elmélet, ez az elgondolás. És ami a legfontosabb ebben a kérdésben, az az, hogy valójában, amikor például az elmúlt héten azt mondom a Donald Trumpról, hogy spirituális beállítottságú ember, akkor ezt azért mondom, mert a 9. háznak, vallás, erkölcs, filozófia, stb. A képviseletét a Mars, mint a 9. ház ura, az egyes házban képviseli. Mivel egy egész életről beszélünk, ezért ez egy folyamat. Vagyis ez azt jelenti, hogy az ember, tehát nem egy tény, megszületett és tény, hanem ez egy folyamat. Tehát őt minden olyan dolog érdekli, ami a 9. házzal kapcsolatos. Ez lehet a vallás, lehet az erkölcs. Egy olyan világban, ahol általános értelemben az erkölcs, mint fogalom, az emberek jelentős részének megközelíthetetlen, nem érdemes isteni világok magasságában gondolkodni az erkölcsről. Természetesen tisztelet a kivételnek, tehát ha valaki magát nagyon erkölcsös embernek gondolja, vagy hiszi, ezzel nyilván én nem fogok vitatkozni, viszont azon el kell gondolkoznunk, hogy amikor egy ember azt mondja, hogy én nem hazudok, hanem a valóságnak valamilyen árnyalatát fogalmazom meg, vagy amikor Amerikában például politikai értelemben megengedhető az úgynevezett lobby tevékenység, ami nem mást jelent, mint hogy egy adott képviselőt valamilyen úton, módon megvesztegetnek. A megvesztegetés alatt, ugye ez is egy rendkívül szűk látókör, ha én azt gondolom, hogy megvesztegetni csak úgy lehet valakit, hogy pénzt adok neki, ez óriási tévedés. Nagyon sokféle módon lehet valakit megvesztegetni. Meg lehet vesztegetni például úgy, hogy tudok róla valamit, amivel megzsarolom, hogyha nekem ezt nem úgy szavazza meg, vagy nem tesz neki eleget, akkor én ezt a nyilvánosságra hozom. Vagy az úgynevezett kéz-kezet mos módszer. Nekem van egy jó ötletem, ezzel én segítek neked, te meg ezt viszonzod, segítesz nekem. Vagy most neked szükséged van valamire, azt én megteremtem, viszont egy alkalommal majd benyújtom a számlát. Ó, édes Istenem! Annyit lehetne ezekről a dolgokról beszélni, hogy ez valami elképesztő.
Tehát nyugodtan mondhatom, hogy erkölcsös dolog adót csalni? Nem. Magyarország lakossága állítom, hogy sportot űz belőle. Miért? Nem azért, mert most kifejezetten a NAV-val van valami probléma. Hát azért, mert évszázadokon keresztül úgy lehetett életben maradni, hogy a törököktől, az egyháztól, stb. Próbáltak az emberek valamit eltitkolni. Mit gondolunk, Rákosi idejében a padlás lesöprések miért voltak? Mert úgy gondolták, hogy nem mindent szolgáltatott be a paraszt. Ezért kimegyünk és megnézzük. És ha van még neki egy disznója, azt is eltereljük tőle. Ezek mind erre vezethetők vissza. Tehát igazából, de nehogy azt gondoljuk, hogy ez csak Magyarország. Gondolja bárki is, hogy Franciaországban nem csalnak adót az emberek? Vagy... amikor elmentem mondjuk Olaszországba egy szállodába, és a szállodás megkérdezte tőlem, hogy kell-e papír? Mi van? Tehát időnként vannak helyzetek, amikor az emberek nem akarnak szembenézni dolgokkal. Már csak azért sem, mert nagyon sokszor, ha szembenézünk, és azt mondjuk, hogy hát itt azért van egy nagy disznóság, közben a saját életünkben ott is van. Csak esetleg, hát az olyan kis disznóság, az nem olyan nagy, mint amit a Péter csinált, én olyan kis aprócskát csináltam. Tehát elképesztő, hogy ugye ez is a szokásos magyar közmondás, hogy más ember szemében a szálkát, a magunkéban meg a gerendát se akarjuk észrevenni. Tehát, hogyha ezeket mind figyelembe vesszük, Donald Trump úgy nyilatkozott a saját adócsalásairól, hogy csak olyan módon tette, ahogy azt akkor a törvények megengedték. És akkor innentől kezdve, hogy kerülöm meg az igazságot, jobbról vagy balról, olyan lényegtelen. Egyik se az igazság. Tehát... ha azt mondjuk, hogy erkölcsös dolog embert nem ölni, akkor szerintem rengetegen erkölcsös emberek vagyunk, nem ölünk embereket. Hát ez ennyire egyszerű. Itt igazából véve az erkölcsöt is úgy magyarázzuk, ahogy éppen nekünk tetszik. Most erre lehet azt mondani, oké, van isteni igazság, van isteni erkölcs, van isteni törvény, ez mind igaz. Nézzünk már körül a világon. Ugyan már Jézus óta 2000 év eltelt. Kereszténység. Mindenkinek ekkora szája van, hogy milyen keresztény. És amikor találkozom egy pappal, mert szándékában állt megnézetni a képletét, és amikor úgy szóba hozom neki az ötös házát, ami ugye a szexualitásról szól többek között, akkor nekem azt mondja ez a pap, esküszöm, hogy így volt. Én papi nőtlenséget fogadtam, nem szexuális megtartóztatást. Na, kérem szépen, ne legyünk már gyerekek. A lehetőségek között megpróbálunk a óceán hullámain evickélni, és közben életben maradni. És az isteni erkölcs, meg az isteni igazság, meg a jóság, egy kicsit jó voltam. Hát olykor csináltam egy-két rosszaságot is, igen. Hát. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy ne ítélj, hogy meg ne ítéltess. Egyébként is, ez egy állandó mánia, hogy az emberek másokkal foglalkoznak. Miért nem magunkkal foglalkozunk? No, tehát visszatérve ezután a kis kirándulás után a házak vonatkozásához elmondhatjuk, hogy amit a házak mutatnak egy emberről, annak
a folyamatában benne van az ember egész életén keresztül. Tehát nincs olyan, ugye nehéz elképzelni, hogy most bocsánatot kérek, valakinek van egy ötös háza. Van szexualitása? Hát persze, hogy van. De az ötös háza az mindig kapcsolódni fog a gyerekeivel? Hát persze, hogy mindig kapcsolódni fog a gyerekeivel. Akkor is, ha meghaltak? Hát akkor is, mert akkor is van egy olyan élménye, hogy neki volt gyereke. Tehát neki valamilyen kapcsolata akkor is lesz a gyerekével, ha már testi értelemben nincsen kapcsolata. Akkor a lelki értelemben van neki kapcsolata. Hát arra nem tetszene gondolni, hogy esetleg éjszaka álmodok éppen a halott gyerekemmel, és a halott gyerekemmel való álmom az nagyon mély benyomásokat, vagy akár súlyos lelki állapotot, vagy sírást, vagy bármit eredményezhet. Az élet az nem olyan, hogy most így elvágólagosan, ez ekkor benne van, aztán később meg nincs benne. A házak az egész életünkre vonatkoznak, mint ahogy az egész radix képlet, a radix gyökér, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy ami elindult, ami a pillanatban, amikor megláttam a napvilágot, onnantól kezdve azok az égi testek abban a jelben maradnak, nem változtatják meg a helyüket, az én rám vonatkoztatott, az önre vonatkoztatott szempontok szerint. Tehát olyan nincs, hogy valaki majd az élete folyamán most skorpió nappal született, de majd később nyilas lesz, vagy bak. Ilyen hülyeség nincsen. Az emberek egy folyamatban vesznek részt, amelyben törekszenek integrálni a többi jelet is. De az alapjelük az az, amiben az aszcendensük van, az az első, mert az első ház tengelye. Mindig a házak azok úgy kezdődnek, hogy előbb van a háznak a úgynevezett csúcsa, vagy a háznak a tengelye. Gondoljunk bele, valaki megszületik, a horizont tengely, az maga az aszcendens-deszcendens tengely. Az aszcendens-deszcendens tengellyel kezdődnek a házak. Ráadásul az asztrológiában van egy olyan szabály, hogy a fő tengelyek, tehát az aszcendens-deszcendens tengely és az MCIC tengely, az mindegyik úgynevezett sarokpontnak számít, ez a négy kentra, a négy sarok, és 5 fokos orbiszuk van előre és hátra, tehát a jelek sorrendjével visszafelé, vagy ha így jobban tetszik, az óramutató járásával megegyezőleg, meg az óramutató járásával ellentétes irányban. Tehát, ha egy bolygó ebben a 10 fokos orbiszban van, akkor rajta van az aszcendensen. Vagyis ez azt jelenti, hogy éppen fel kell, vagy a túloldalán az aszcendensnek, éppen le nyugszik. Egy 6-os házas égitest, amely a 6-os házban látszik, de a deszcendenstől 4 fokra áll, az abszolút együtt áll a deszcendenssel. Tehát neki még semmi köze nincs a 6. házhoz. Neki még a 7-es ház csúcsán van a helye. Ugyanez a helyzet az MC-vel, ugyanez a helyzet az IC-vel. És a közbelső házcsúcsoknál is, az orbisz a házcsúcsoknak, hát ebben van egy kis eltérés. Dubravszky László bátyám 3,5 fokot mondott. Tehát nagyjából azt biztosan mondhatjuk, hogy a 3 fok az biztos, hogy megvan. El lehet gondolkozni. Ugye itt most nem akarok belemenni egy rendkívül, hogy is mondjam, csak veszélyes témába, nevezetesen, hogy többféle házrendszer van. A legelterjedtebb a világon az a placidusi féle házrendszer, de természetesen a regiomontanus féle házrendszer sem
hogy mondjam, csak elítélendő, viszont tudni kell, hogy a Placidus de Titis Sverenszendi szerzetes által létrehozott házrendszer és Régió Montanus, aki egyébként itt a Buda várában dolgozta ki a rendszerét, amíg Mátyás gyógyította, azok között vannak eltérések. Tehát a két rendszer között fokszámbelileg vannak eltérések. A helyzet az, hogy leginkább ezzel a kettővel érdemes kísérletezni. A gyakorlatban ezek úgy nagyjából beváltak. A következő izgalmas kérdés, hogy mi van a sarkörökön túl, na az egy külön téma, az egy külön fejezet, és erre szoktam én azt mondani, ami nem egy tudományos magyarázat, hanem abszolút gyakorlatias magyarázat. Egész életemben, 51. éve foglalkozom asztrológiával, sem levélben, sem telefonon, én magam meg nem jártam arrafele, nem kellett a sarkörön túli szülöttel foglalkozni. Ez nem válasz arra, hogy mi van a sarkörön túl. Az a válasz, hogy nem tudom. Az a válasz, hogy nem tudom, mert valójában nem kellett az életem gyakorlatában ezzel foglalkozni. Tehát a déli félteke Brazíliából már kerestek meg, Argentinából, Ausztráliából kerestek meg, ezzel nincsen probléma. A déli félteke az oké. A sarkörön túl, akár a déli félteke, akár az északi féltekén, onnan nem kerestek meg. Úgyhogy kedves norvégok még nem aktiválták magukat, sem a finek, sem a svédek, sem a szibériai sámának. Tehát a lényeg az, hogy a házak, amelyek mondom, vagy Placidus de Titis, vagy Régio Montanus szerint egy szakaszt képviselnek, ahol mindig előbb a háznak a tengelye, majd utána a szakasz következik, és ezt a szakaszt a következő háznak a tengelye zárja le. A házak jól körülírt életterületek. Az ember életének azon területei, amelyek az életével, az élete folyamán kapcsolatban lehetnek. Nyilván ez ma már egy picit, hogy is mondjam csak, bonyolultabb. Az ember élete, ha úgy tetszik, bonyolultabbá vált. De a leglényegesebb elemek, azok ma is megvannak. Anyagi kérdések fontosak. Kettes ház. Az egyén jelleme, egyes ház. Az egyénnek vagy vannak testvérei, vagy nincsenek, hármas ház. Szomszédai nagy valószínűséggel vannak, utazni szokott, vagy nem szokott, otthona nagy valószínűséggel van, négyes ház. Az élet utolsó szakasza, tehát életvég. Bányái lehet, hogy nincsenek, és a származásában már valószínűleg nincs jelentősége nagyon sok helyen annak, hogy ő esetleg a felmenői grófok voltak, vagy bárók, vagy más néven nevezett bojárok az oroszoknál, és így tovább. Az ötös ház, az embernek van szexuális élete, ez az ötödik ház, az embernek általában van gyermeke, az is az ötös ház, lehetnek szerelmek az életében, az is az ötös ház, kreativitása is van, sporttevékenységet is végezhet, és kulturális tevékenységet is végezhet, ez mind az ötös ház. Aztán a munka, na ott már meg vagyunk lőve, mert egészen más jellegű feladatok voltak 2000 évvel ezelőtt mondjuk,
amikor a házak, vagy 2500 évvel ezelőtt, amikor a házakat a görögöknél kidolgozták. A ma az ENSZ az majd 20 ezer hivatást tart. Nyilván, hát régen ennyi nem volt. Még a középkorban sem. Házasság. Vagy kötünk házasságot, vagy nem. Társulunk, vagy nem társulunk. Ez a hetedik ház. Háborúzunk, vagy nem háborúzunk. Polgári perre megyünk, vagy nem megyünk. Műtét érhet minket, halálesetek, elvesztések, anyagi veszteségek, súlyos veszteségek, ez a nyolcas ház, aztán egyszer meghalunk, ez a vége. Filozófia, politika, felsőfokú tanulmányok, vallás, erkölcs, hit. Ezek mind a 9-es házhoz tartoznak. 10-es a hivatás, a szülői házak, a 4-es és a 10-es. A 10-es inkább az anya, a 4-es inkább az apa. A 11-es ház az azon barátok és protektorok, segítők, akik támogatják az életünket, illetve ha valamit nagyon régóta szeretnénk, és az beteljesül, vagy nem teljesül be, tehát a vágyaink, reményeink beteljesülésének a háza, 11-es ház, és akkor hát lehet tovább ragozni még, ugye, mert mondhatjuk azt, hogy ide tartoznak a jótékonykodások, ide tartoznak a különböző donációk, vagy ide tartoznak a egyesületek, közösségek, vagy tágabb értelemben egy országnak a parlamentje. Aztán 12-es ház, ami a visszavonultságot jelenti, ez lehet egy kórház, lehet egy zárda, lehet a saját, mint például mostanában, ha úgy tetszik, nagyon sokan visszavonultunk a saját lakásainkba, de természetesen a börtön is ide tartozik, a szanatórium, a kórház, ezek mind ide tartoznak, mint bezártsági helyek, száműzetés abszolút ide tartozik. Tehát, hogyha tovább vizsgáljuk ezt a kérdéskört, akkor az első lépés, hogy van-e bolygó a házban, vagy nincs bolygó a házban. Ezt kell megvizsgálni. Ránézzünk egy képletre, legyen most a egyszerűség kedvéért ismét Donald Trump. Azt látjuk, hogy Donald Trump képletében az egyes házban van bolygó. Tehát akkor az a ház, annak a háznak a jelentősége, amit az a ház képvisel, kiemelődik marxikus módon, tehát magyarul két elv elkezd egymásra hatni. Az első ház, az fogadja a marsot, és a mars marxikus módon kezd el hatni a személyiségre. Tehát az én legjellemzőbb tulajdonságaim, azok marxikus módon fognak történni, de hogy még bonyolítsuk a dolgot, oroszlán marxikus módon, mert egy rákmars az másképp működik, mint egy oroszlán mars. Tehát a 12 jel, az mindegyike más-más marxikus jellemvonás, más-más marxikus tendenciát fogalmaz meg. Ha idáig értették, akkor most bedobok egy újabbat. Mivel a Mars uralkodik a Skorpió jelen, és uralkodik az oroszlán jelen, ennek következtében, bocsánat, nem az orosz, az oroszlánban van, uralkodik a Kos jelen, már én is belebonyolódok itt a végén, tehát uralkodik a Kos jelen, ezért azon házak, amelyek a Skorpióban, vagy a Kosban vannak, Trump esetén a 4-es házban a Skorpióban, a 9. ház az a Kosban,
Tehát ebből a szemszögből nézve az azt jelenti, hogy nekem fontos ez a két életterület. Tehát Donald Trumpnak fontos a negyedik háza, például az apja, hát ő adta az alapot az életéhez, és a kilencedik háza. Tehát amikor én azt mondom, hogy Trumpnak fontos lehet a vallás, az ebből adódik, hogy a Mars, mint a kilences ház ura, benn van az egyes házban. Hogy ezt ő könnyedebben veszi, kérem szépen, egy oroszlán mindent könnyedebben vesz, mert ő a király. Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy az oroszlán azt tekinti magára nézve szabálynak, amivel egyet tud érteni, amivel nem tud egyet érteni, az neki nem szabály. Ő azzal nem foglalkozik. Tehát, ahogy látjuk a képletben, Trump esetében a Mars az egyes házban van, és oda viszi azt a két házat, a két háznak a jelentőségét oda sűríti be, ahol tartózkodik. Morell szabálya így szól, minden bolygó, amely uralkodik egy házban, azzal a házzal, amelyben uralkodik, kapcsolatba kerül, és annak a jelentőségét összekapcsolja azzal a házzal, amelyben tartózkodik. Tehát végül is az előbb elmondta, most utólag mondom el a szabályt, tehát minden bolygó, amely uralkodik egy házban, annak a háznak a jelentőségét oda viszi, ahol áll, ahol tartózkodik. Tehát például, ha megnézzük, hogy a Hold az ötödik ház csúcsán áll, és ebből adódóan próbál együttműködni az ötödik házzal, ezért mondtam, hogy több gyerek, közben bejött valaki a Trump elemzéshez, hogy 5 gyereke van, én ezt nem tudtam, de minden esetre általában sok gyereket hoz a Hold, bár erőteljesebben a nőknél van ilyen jelentősége. Ugye a férfiak kevésbé ismerik az összes gyereket, amit csinálnak, ha nem akarok undok lenni. A lényeg, hogy a 12. házban uralkodik ez a Hold. Miért? Mert a 12-es ház csúcsát a rákjelben látják. Tehát a 12-es ház ura a Hold, az 5-ös házba kerül. Ebből mi következik? Hát rögtön megmutatja, hogy hol lehet Trumpon fogást találni. Tehát hol vannak úgymond erkölcsi problémái. A 12-es ház az a gondok, a titkok, bizonyos értelemben ugye a börtönnel kapcsolatos ház, tehát olyan dolgok, amelyért egy ember elítélhető. A Hold az 5. házában van. Tehát amivel problémája van, az a saját gyerekeivel való kapcsolata. Amivel problémája van, az a párkapcsolatok, illetve hogy mennyire tud hűséges maradni a szerelmi kérdésekben. Most nagyon zavaró lesz, amit mondok, de elnézést kérek érte. Minden ház értelmezhető úgy is, hogy egy másik házhoz viszonyítom. Ha az 5-ös házhoz viszonyítom a 12-es, akkor az azt jelenti, hogy az 5-ös háznak a 8-as háza. Tehát ez azt jelenti, hogy nála a szerelmek azok hangulati értelemben könnyen meghalhatnak.
hangulati, mert a hold, halál, mert az ötös ház, nyolcas háza, tehát a szerelmek halála. Gyermek halál is belefér egyébként, hogy tegyem hozzá, ötös ház, nyolcas háza, tehát a gyermekeink halála, az a 12. ház. És ez összekötődik, és támadott. Támadott már, mint a hold, hiszen ha ránéznek erre a képletre, akkor azt látják, hogy a nap és az Uránus szemben áll ezzel a holddal. Tehát ismételjük még egyszer át, amit eddig mondtunk, vagy amiről eddig beszéltünk. Az első házban, ha van bolygó, akkor az a bolygó igyekszik együttműködni az első ház értelmezését illetően. Tehát az első ház jelentőségében ez a bolygó jel és saját tulajdonságok szerint próbál megnyilvánulni. Tehát Donald Trump esetében oroszlán módon fog a Mars megnyilvánulni az egyes házra vonatkoztatva. De ez nem elég. A Mars a továbbiakban azt a két házat és annak a két háznak a jelentőségét is oda viszi az egyes házba, amelyben uralkodik jel szerint. Tehát a Skorpió négyes ház uraként a négyes ház tulajdonsága is a Marson keresztül az egyes házra fognak hatni, és a kilences ház tulajdonsága is a Marson keresztül az első házra, tehát Donald Trump jellemére, személyiségére fognak hatni. Tehát úgy is felfoghatjuk, hogy Donald Trump, ha van valami, ami őt igazán érdekli, és igazán fontos számára, és igazán sorvezető, az az apja, vagy a szülők, a szülői otthon, a család, ahonnan származik, ahonnan felnőtt, és a másik vonulat az az Isten, az a kilences ház, illetve hát mondhatjuk azt, hogy vallási szabályok, ilyen jellegű megnyilatkozások. A politika is fontos, mert a kilencedik ház az a politika háza is egyben. A külföld is fontos, mert a kilencedik ház a külföldet is jelenti. A felsőfokú tanulmányok is fontosak, mert a kilences ház azt is jelent. Szeretettel köszöntök mindenkit erről az új helyszínről. Tehát ott tartottunk, hogy a házaknak milyen összefüggéseik vannak a bolygókkal, és Moren, aki a lokális determináció tanát úgymond meghirdeti az 1600-as években, az elmondja, hogy egy ház, ha nincs benne bolygó, akkor viszont a ház csúcs jel szerinti ura után idomul. Tehát ha például Donald Trump képletét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a negyedik háza az üres. Tehát, miután ez a Skorpió jelben van, de ugyanígy nézhetjük a tízes házat is, az meg a bikában van, tehát az apukájával kapcsolatos felvilágosításokat a Mars bolygón keresztül kapjuk meg, az anyukájával kapcsolatos felvilágosításokat a Vénusz bolygón keresztül kapjuk meg. Moren tovább megy. Nem elégszik meg azzal, hogy ha nincs a házban bolygó, akkor az urát vizsgálja. Azt mondja, hogy abban az esetben, ha egy háznak a tartalma két jelet foglal magában, például vegyük Donald Trump esetében az egyes házat. Az aszcendense az az oroszlán vége felé jár. Ennek az ura a nap. Ez tiszta sor. Tehát ilyen értelemben most már két bolygó is kapcsolódik Donald Trump személyiségével. Az egyik a Mars, mert benne áll a házban. A másik a nap, mert a ház csúcs jel szerinti ura. Moren tovább megy. Azt mondja, hogy azt a bolygót is meg kell vizsgálni, mert az is visszahat a vizsgált házra, amelyik a ház második jelének, tehát sorrendiségét tekintve a második jelének az ura. Donald Trump egyes házát figyelembe véve a Merkur bolygó lesz
a társura az első háznak, mert ha megtetszenek nézni, akkor látni, hogy a szűzbe esik át az első ház. Tehát ezek szerint Donald Trump személyiségében szerepet kap a Mars, szerepet kap a Nap, szerepet kap az az égitest is, amelyik a társura az egyes háznak, tehát jelen esetben a Merkur. Moren körülbelül 10 pontba foglalja össze, tehát azt mondja, hogy az egyes ház, most nyilván én most ezt hoztam fel példának, vonatkozásában a ház csúcsra fényszöget vető bolygó is, tehát ami az aszcendenssel fényszögben van, az is befolyásolja a személyiséget. Ha így nézzük, akkor valójában sok újat nem kapunk ez ügyből kifolyólag, mert más szempontból is megkapjuk a napot. A nap szextilben van az aszcendenssel, a nap opozícióban van a holddal, de a hold meg trigonban van az aszcendenssel. A nap együtt áll az Uránusszal, így együtt vannak szextilben az aszcendenssel, és a Jupiter a mérlegben, ő is ilyen értelemben szextiles kapcsolatban van az egyes házzal. De ez a napon keresztül is megjelenik. Mert Moren azt mondja, hogy az a bolygó, amelyik bennáll, vagy amelyik ura a háznak, az a fényszögeink keresztül azon bolygók által is befolyásolva van, amelyek vele fényszögben vannak. Tehát jelen esetben a napon keresztül a személyiség befolyásolva lesz először az Uránusz által, mert a nap együtt áll az Uránusszal. A hold által, mert szemben áll a holddal. A Jupiter által, mert az trigonban van a nappal és az Uránusszal, és akkor ezek mind jelentőséget kapnak Donald Trump tulajdonságaimnak a megítélésénél. Ugyanakkor van egy másik nagyon fontos szabály, ha az aszcendensen, tehát az aszcendens orbiszában felkel egy égitest, akkor ott nem a jel kap elsősorban szerepet, hanem maga az égitest. Mivel Donald Trump esetében a Mars bolygó az, ami együtt áll az aszcendenssel, így nem az oroszlán kapja meg az első jelentőséget ebben a személyiségben, hanem a Mars, ami ilyen értelemben egy kos analógiát hordoz. Tehát mondhatjuk azt, hogy Donald Trump elsődleges megnyilatkozása inkább kos, mint oroszlán. Tehát inkább a marsikussága a jellemző, és csak azután jön szóba az oroszlán. A marsikusság pedig mit jelent? Azt, hogy ugye eleve egy tüzes jelben van a Mars. Azt jelenti, hogy elsieti a dolgokat, elkapkodja a dolgokat, nem elég megfontolt, nem elég meggondolt. Tehát hajlamos fejjel menni a falnak, ahogy ezt a kosnál az asztrológiai tankönyvek le is írják. Ennek ura a nap, az aszcendensnek is ura a nap, meg a Marsnak is ura a nap, együtt áll az Uránusszal. Ez az, ami a legtöbb bajt okozza Trumpnak, mert oly mértékben szabadelvű úton jár, oly mértékben megenged dolgokat magának, hogy az emberek azt mondják, hogy ez nem egy komoly ember. Erre nem lehet bazírozni, erre nem lehet építeni. És hát ilyen értelemben, ugye az ilyen értelemben megjelenik Trump személyiségében egy vízöntő aspektus, egy vízöntő analógia az Uránuszon keresztül. Ezért aztán mondhatják azt, hogy ez nem csak király, és nem csak királyi fénypompát akar, ez egy udvari bolond is. Tehát, hogy tehát Trump, ahogy a Nap-Uránusz együttállása mutatja, tehát egyszerre bolond, meg egyszerre egy nagy ívű politikus.
Tehát egyszerre egy oroszlán, egy király, egy aki nagyban gondolkozik, és ne tévedjünk, kérem szépen, több milliárd dollárja van, tehát azért ő elég nagyban gondolkozott, mert ha kicsiben gondolkozott volna, akkor jelen pillanatban valahol, mit tudom én, kukázna. Tehát azért óriási a különbség. Tehát, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a nap az születési uralkodónként együtt áll az Uránusszal, szembe van a Holddal, trigonba van a Jupiterrel, ugye akkor rögtön ez arra is utal, hogy Trump rengeteg hangulati elemet kever bele a mindennapi életébe, ez a Hold opozíció, ugyanakkor rendkívül mázlista. Tehát nagyon gyakran a hülyeségek is jóra fordulnak, mert a Jupiter az trigonnal támogatja a napot és az Uránuszt. Nem tudom, elég világos. Tehát az első, minden olyan esetben, ahol az aszcendensen bolygó kell fel, ott a bolygó önmagát, saját, nem a jelet, hanem saját magát, önmagát adja. Tehát én egy marsikus személy vagyok. Ha valakinek a Vénusz kell fel, akkor egy vénuszi személy. Ha valakinek a Szaturnusz, akkor egy szaturnuszi személy. És nem a jel számít elsődlegesen, hanem a bolygó. A bolygó alapanalógiája. Tehát ő elsősorban marsikus. Aztán oroszlán, aztán annak az oroszlánnak az ura a nap az ikrekben van. Tehát ez egy ikrek oroszlán, és mivel együtt áll a vízöntő urával, az Uránusszal, szemben áll a Holddal, és trigonban van a Jupiterrel, tehát még egy uránuszi, egy holdi, és egy jupiteri analógia is belezavar ebbe a személyiségbe. Szokták volt mondani, hogy az ikrek egy sokoldalú ember. Na most képzeljük el, hogy ezek a jellemvonások, ezek úgy mind együtt vannak. Tehát ez túl sok. Az emberek egy jelentős része nem tudja megérteni, hogy lehet egyszerre ez intelligens is, meg bolond is. Hogy lehet egyszerre megfontolt, meg kapkodó. Hogy lehet egyszerre, mit tudom én, udvarias, mondjuk, és a másik pillanatban meg egy betyár. Tehát mi jön ki ebből a sok mindenből? Az, hogy Trump egy ellentmondásos figura. Tehát egy olyan ember, akivel nem csak a külvilág nem tud mit kezdeni, hanem ez a nagyon sok féleség, ez neki önmagának is okoz gondot. Tehát akkor Moran nem kevesebbet állít, mint azt, hogy egy házzal az az égitest, amelyik bennáll, az kapcsolódik. Amelyik a ház csúcsra fényszöget vet, az is kapcsolódik. Amelyik a ház társjelével, tehát második jelével kapcsolódik, mint társuralkodó, szintén kapcsolódik. Amelyik a bennálló bolygóhoz, vagy az uralkodóhoz fényszögben van, az a bolygón keresztül a fényszög által fog kapcsolódni, és akkor még Moran azt mondja, hogy el kell mennünk a vizsgált ház urának az uráig. Ilyenkor már gyakran keverednek a dolgok, tehát ez azt jelenti, hogy például, hogyha megnézzük Trump esetében, ha azt mondja, ugye, hogy elmegyünk a ház urának az uráig, a Merkur az lesz az egyes ház urának az ura. Miért is? Mert a nap az ikrekben van, tehát annak ura a Merkur. Igen, de a Merkurt már előbb is észrevettük, mert ő a társura az egyes háznak. Tehát ez csak azt jelenti, hogy a Merkur kétszeresen is erős, vagy meghatározó, mert a Merkur az uralja az ikreket, és ezáltal rákmódon átfesti ezt az analógiát.
miután a Merkur a rákban van. Tehát egy rák jellegű Merkur uralja azt a napot az ikrekben, és a napon keresztül az egyes házat. Követhető? Tehát foglaljuk még egyszer össze. Egy ház megvizsgálandó a következő szempontok szerint. Áll-e benne bolygó? Ha áll, akkor a ház és a bolygó megpróbálnak együttműködni. Vagy sikerül nekik, vagy nem, mert lehet, hogy a háznak a jelentése és a bolygónak a jelentése nem harmonikus egymással. Illetve van, amiben, most vegyünk egy példát, ez nem Donald Trump, ez egy általános példa. Lehet, hogy valakinek az ötödik házban áll a Mars, és ez azt jelenti, hogy a sportban kiválóan jól működik. Lehet, hogy nagyon heves, szerelmes lesz, viszont rögtön probléma, például egy nő esetében, ha egy Mars áll az ötös házban, akkor gondot jelenthet a gyermek megtartása szempontjából. Tehát például egy szülésre vonatkoztatva nem veszélytelen állás a Mars az ötös házban. De termékenység szempontjából sem igazán termékeny. A Mars túl tüzes, túl száraz égítés, emiatt egy nő számára nem túl kedvező, ha a Mars az ötös házban van. Na most ez azért aranyos, mert ha megnézzük, nagyon sok tornásznőnek nincs gyermeke. Tehát miközben ő marsikus értelemben nagyon sikeres, mint mondjuk tornász, de már anyai értelemben épp az ugyanaz a bolygó, a Mars az egyikre jó, a másikra nem jó. Tehát az egyiket segíti, a másikat nem. Tehát foglaljuk még egyszer össze. Egy ház megvizsgálandó a következő szempontok szerint. Áll-e benne bolygó? Ha áll, akkor a ház és a bolygó megpróbálnak együttműködni. Vagy sikerül nekik, vagy nem, mert lehet, hogy a háznak a jelentése és a bolygónak a jelentése nem harmonikus egymással. Illetve van, amiben, most vegyünk egy példát, ez nem Donald Trump, ez egy általános példa. Lehet, hogy valakinek az ötödik házban áll a Mars, és ez azt jelenti, hogy a sportban kiválóan jól működik. Lehet, hogy nagyon heves, szerelmes lesz, viszont rögtön probléma, például egy nő esetében, ha egy Mars áll az ötös házban, akkor gondot jelenthet a gyermek megtartása szempontjából. Tehát például egy szülésre vonatkoztatva nem veszélytelen állás a Mars az ötös házban. De termékenység szempontjából sem igazán termékeny. A Mars túl tüzes, túl száraz égítés, emiatt egy nő számára nem túl kedvező, ha a Mars az ötös házban van. Na most ez azért aranyos, mert ha megnézzük, nagyon sok tornásznőnek nincs gyermeke. Tehát miközben ő marsikus értelemben nagyon sikeres, mint mondjuk tornász, de már anyai értelemben épp az ugyanaz a bolygó, a Mars az egyikre jó, a másikra nem jó. Tehát az egyiket segíti, a másikat nem. Tehát ez a helyzet egy bolygóval a házban. De mi van akkor, ha nincs benne bolygó? Akkor az urát vizsgáljuk. A ház csúcs jel szerinti urát, majd utána megvizsgáljuk a ház további tartalmának. Tehát ha átterjed egy másik jelre, akkor a második jel urát, amit úgy hívunk, hogy a ház társura. Mindkét bolygót tehát megvizsgáljuk. A házcsúcsra fényszöget adó bolygót is megvizsgáljuk, és megvizsgáljuk azokat az égi testeket is, amelyek vagy a házban lévő bolygóhoz, vagy a ház urához vetnek fényszöget, tehát a fényszögeken keresztül befolyásolják a ház urát, és ezáltal visszahatnak a vizsgált ház különböző jelentéseire. Ha ez így egy kicsit sok, akkor képzeljék el, hogy ehhez még hozzájön az, hogy az a bolygó, amelyik fényszöggel a ház urát, tehát például vegyük Donald Trump esetét, a naphoz
a hold egy opozíciót vet a napon keresztül, tehát a hold befolyásolja a személyiséget. Méghozzá milyen módon? Nyilas hold módján, és milyen értelemben? Ötös házas és tizenkettes házas értelemben. Ötös házas, mert az ötös házban áll, és tizenkettes ház, mert az ötös házban álló hold, az a rákban uralkodik a tizenkettes házban. Tehát az égi test összeköti azon házakat, amelyekben tartózkodik és uralkodik, azon másik égi test azon házaival, amelyben szintén ő tartózkodik és uralkodik. Ez bizony elég sok kombinációnak a lehetőségét hozza létre. Moren itt nem áll meg, hanem mindig elmegy és megvizsgálja, ahogy mondtam, a ház urának az urát, de még itt sem áll meg. Még van egy még izgalmasabb téma, az pedig az, hogy egy égi test emelt bizonyos jelben. Vegyünk egy pár példát. A nap emelt a kosban, a hold emelt a bikában, a Mars emelt a bagban, emelt a Jupiter a rákban, stb. Stb. Tehát a nap, amely emelt a kosban, Donald Trump esetében megnézzük, hogy melyik ház esik a kosba. A kos jelben van a 9-es háza. Tehát megint az lesz egy nagyon fontos dolog, hogy mivel a nap a 9. ház jelében emelt méltósággal bír, ezért a napnak a 9-es házhoz is van kapcsolata. Tehát kimondhatjuk általános szabályként, minden bolygó, amely emelt egy jelben, azzal a házzal, amely az emelt jelével összefüggésben van, azzal ő az emeltségen keresztül kapcsolódik. És ilyenkor szokták általában a tanítványok úgy érezni, hogy ez már egy kicsit sok. Ez a lokális determináció. De ha valaki ezt nem érti, akkor valójában az asztrológia lényegét, csinyát, binyát nem érti. Tehát mindenféleképpen tovább kell mennünk ebbe az irányba, hogy ezeket az összefüggéseket lássuk. És akkor, hogyha ezeket az összefüggéseket megvizsgáljuk, ugye ezt nyilván a gyakorlatban még további variációk követik, amelyekkel most már nem terhelem a kedves nézőt se, meg a kedves tanítványaimat se, mert azt gondolom, hogyha mindaz, amit itt most elmondtam, érthető, vagy már értegetik, akkor ez a mai nap ez így teljesen rendben van. Ennél tovább nem szükséges menni. Tehát az égi testeket és a házakat kapcsoltuk össze, abban az értelemben, hogy milyen szabályok szerint történik ez a folyamat. És a jövő héttől kezdve elkezdjük azt végigvizsgálni, hogy ha egy égi test benn áll egy házban, akkor annak a háznak a jelentőségét hogyan mozgatja meg. Tehát ez azt jelenti, hogy végigvizsgáljuk a napot az összes házban, a holdat az összes házban, a Merkurt, a Vénuszt, stb. Stb. Úgyhogy ennek a tanévnek a végéig ezt nem fogjuk tudni befejezni, de elkezdjük. És az is valami. Ha nagyon megizasztottam magukat, akkor elnézést kérek. Nem ez volt a szándékom. Tehát ebből következik, hogy a múlt heti adásban Donald Trump képlete, illetve annak az elemzése, jellemzése, egy nagyon felületi szinten történt.
De hát könyörgöm, ha én egyszerre elkezdem elemezni úgy, ahogy én látom ezt az embert, akkor azt egy külső néző, és ugye mivel ez a tanítványaimnak készült, nem tudja követni. Tehát ahhoz szépen ismertetnem kell, hogy hogy épülnek fel ezek a meghatározások az alapoktól kezdve. Tehát innen már látszik, hogy a bohóckodás meg a többi, ezekre még nem mentem rá. Egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy amiket most elmondtam, ha ezt már egy kicsit tudják érteni, akkor én már boldog vagyok. Nem könnyű dolog az asztrológia. De azért igyekszünk. Tanulgatjuk. Én is tanulgatom. Most már maguk is tanulgatják. Vigyázzanak magukra, kedves tanítványaim, ti is, és akkor jövő héten szerdán találkozunk a szokásos időben. És folytatjuk az égitestekkel, nem most már nem a jelekben, hanem a házakban. Viszontlátásra, Isten áldása kísérje önöket, és benneteket is, kedves tanítványaim.